Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt az Egy Család Naplója nevű sorozatom első része, és ez itt a ház, amit múltkor építettünk. Nem tudom, hogy változtattam-e rajta azóta, de hogyha igen, akkor úgyis észreveszitek. És jelenleg Jocelynnal vagyunk, aki körbejár a házban, mindent ellenőriz, hogy rendben van-e, és itt van a mi kis Buster nevű kutyusunk, akinek a nevét mindig minden videóban elfelejtettem, és ezért egészen ez idáig nem tudtam elmondani nektek, hogy hogy hívják. Busternek van egyébként egy csomó ruhája, vannak pulcsiai, meg különböző nyakörvei, úgyhogy nem kell aggódni, nem mindig ugyanígy fog kinézni. És bemutatom nektek a család tagjait most így skillek alapján is, ugyanis egy kicsit módosítgattam őket. Például Jocelyn szülői jártassága 10-es szinten van, hiszen már felnevelt egy csomó gyereket. Tud sütni, abból 5-ös szinten van, a főzésből 9-es és a kertészkedésből 5-ös szinten van. Ezeket gyorsan ki is nyitogatjuk vele, és majd elültetjük a kis sorozatunkban a későbbiek folyamán. Csak ezek itt nehogy elfelejtődjenek. Ezek mind bekerülnek az ő eszköztárába. Ezeket a Build It By módból szereztem be egyébként. És van egy csomó ritka növény is benne, aminek nagyon örülök, kíváncsi vagyok, hogy miket kapott, de először megnézzük a többieket is. Az apukának 2-es szintű karizma jártassága van, 6-os szintű komédia, vagy hát humorista jártassága, 5-ös szintű barkács tudása, 7-es szintű szülői tudása, és közben, miközben itt még mászkáltak, nekiálltak játszani, úgyhogy van egy videójáték jártassága is. A gyerekeknek viszont nem csaltam semmit a tulajdonságain és skilljein, úgyhogy nem tudom, hogy miért van ennyi cucit a kis Vilónak, mert még egyáltalán nem tanult ő Billyre szokni semmi hasonlót, nem csináltam vele, szóval fogalmam sincs, miért van ott, de nem baj, én örülök neki, hogy már nekiállt tanulgatni ezt-azt, és egyébként Lincolnunknak a munkája az, hogy humorista, és hetente 3-szor dolgozik jelenleg, és 6-os szintű humorista karrierje van, viszont ahhoz, hogy elérje a következő szintet, még fejlesztenie kell a humor jártasságát, illetve írnia, és előadnia kell különböző rutinokat, programokat, aminek neki is állunk. Van itt egy kis számítógépünk, amivel tudunk ilyesmit csinálni. Csináljunk egy közepeset, hát ha az jó lesz, amúgy mindenki tök jól érzi magát. Úgy látom, Logan, mindig elfelejtem a nevét, megtalálta a szobáját, és már neki is állt játszani a saját számítógépén. Nekem most nagyon hangosak a szimek, feljebb vettem egy kicsit a hangot, hát ha majd halljátok a játékot, de mivel lehet, hogy a szerkesztésnél tűnik el a hang, ezért nem biztos, hogy tudok vele mit kezdeni. Minden esetre próbálok nem túl közel menni hozzájuk, és valamiért Riley a testvérének a szobájában csövelt eddig, de neki el kéne kezdenie mondjuk kocogni egy kicsit. Például ez pont tökéletes interakció lesz most ahhoz, hogy megnyugodjon és elmúljon az unalma. Hol vagy, Riley? Amúgy itt most nagyon hülyén néz ki ezen a kis indexképen, pedig egyébként olyan szép szín. Nagyon-nagyon szeretem Riley-t. És írhatnának egy kis házi feladatot is valamikor. Ó, szia, Buster! Még mindig elfelejtem a nevedet, szóval bocsász. Készíts egy kis házi feladatot, drága Logan. Amúgy Logan kapott pár pattanást a buciára, hogy egy kicsit valóságosabb legyen. Ó, és össze is barátkoztak Busterrel. Mi újság van a kis Willow-val, mit csinál itt? Tanul az anyukájával. Ó, csinálunk rólatok egy képet, mert nagyon-nagyon cukik vagytok. Várjátok, csak évek kérdése. De nem tudom, hogy miért itt Pecsi mellett a kertben álltak neki ennek. Nézzük Jocelyn eszköztárát, mert nagyon el szeretném ültetni ezeket a növényeket itt. A fákat mindenképpen ki akarom ültetni ide, mert szerintem nem lenne célszerű fákkal elfoglalni azt a kis üvegház területet. A blackberry-k azok mehetnek ide bentre, bár most jelenleg nyár van és nyáron élnek, szóval igazából, vagyis hát érnek, ezért nem lenne kötelező beraknunk őket ide. De én be szeretném rakni.
hogy később ne kelljen velük foglalkozni. Citromokból nem akarok sokat ültetni, úgysem fogjuk használni, úgyhogy eladogatjuk a maradékot, és egy kis hagymát ültetünk, mert azt nagyon-nagyon szeretem a játékban. Ha láttátok a Rex to Riches második évadának első részét, vagy az első két részét, mert már kettőt is felvettem, csak nem tudom, hogy melyik érkezik előbb, ez vagy az, akkor tudjátok, hogy a hagymák nagyon sokat érnek, és nagyon szeretem őket. Ilyet is ültetünk. Igen, eladjuk a maradékot, és még van egy kis banánfánk is, amit végképp nem tudom, hogy hova fogok rakni. Egyelőre oda, aztán majd Build and Buy módban elrendezgetjük őket kedvünkre. Virágokat mindenképpen szeretnék ültetni, és szeretnék nekik elegendő helyet biztosítani, hiszen abból tudunk majd virágot kötni. Ez micsoda zsája? Azt hiszem, hogy zsájának hívják a magyarul a Sage-et. Már csak egy dobozunk van, és még rengeteg sok ültetni valunk, úgyhogy lehet, hogy ez itt nem lesz elég. Várjatok, itt még van egy csomó hely, mondjuk paprikában nem kell olyan sok szerintem. Gombát nem is fogok ültetni, mert azok annyira olcsóak, és annyira nem jók semmire, hogy nekem nem. Úristen, Copland Berry. Ezt viszont kintre ültetjük, és nem tudom, hogy hova. Nem akarom a kertbe ültetni. Vagy ültessük mégis csak a kertbe. Várjatok, mindjárt kitalálom. Egyelőre ott lesz, aztán majd csinálunk vele valamit. Mink van még itt? Van egy ilyenünk, ami nuzzlenip. Ez mondjuk a macskáknak kell, úgyhogy egyelőre nem. Mednip, nem. Spinach, az finom. Napnip. Sima catnip. Ezt ide ültetjük, mert ez virág, és ebből sok kell. Oké, maradékot eladjuk. Ültessünk ide egy répát, meg egy spinacht, amit nem sikerült kivennem, amíg a répával nem csináltam valamit, és a többinek még kerítünk helyet később. Ez micsoda? Még mindig zsája. Na jól van, Jocelyn, szerintem álljunk neki ültetni, jó? Mint hogyha nem lett volna túl egészséges az a pozíció úgy a beton közepén. Na se baj. Egyébként teleraktam a várost különböző szimekkel a galériából, random, amiket éppen találtam, tehát egyiket sem én csináltam, hogy legyen társaság a szimeknek, illetve új házakat raktam le a városba, így láthatjátok is, szintén a galériából random házakat, bár némelyik az enyém, azokat felismerhetitek régi speedbuildekből, ezek közül egyik sem az enyém, ez mondjuk a régi alapház, ami itt volt a szomszédságban. Mert akartam pár közösségi területet lerakni, például bárt és éttermet, illetve állatorvosi rendelőt, meg ilyeneket, úgyhogy egy kicsit megvariáltam itt a dolgokat. És úgy gondolom, hogy te készen vagy amúgy azzal a cuccossal, amit neked írnod kellett. 75%-ig készen vagy vele, úgyhogy még egynek neki kell állnod. Gyerünk. Szóval, mit akartam mondani? Elfelejtettem. Na mindegy. Igazából az ő hobbijának akartam nekiállni közben, csak nem fejezte be a kötelességét, és ezért nem állhatunk addig neki. Riley-nak kéne egy kicsit ennie meg pisilnie. Ezt gyorsan elintézzük, aztán meg kéne írni a házi feladatát, mert bár ő egy népszerű diák, nem szeretném, ha azért lenne népszerű, mert húdalaza, meg nem tanul, és hogy azt mondja, hogy tanulni nem menő, hanem szeretném, hogyha annak ellenére, hogy ő a menők körét erősíti, jó tanuló lenne. Ezeket is ültesd el. Bustert pedig el kéne vinnünk sétálni, és egy kicsit Willow-val is kéne foglalkozni, mert ő is nagyon éhes, úgyhogy Jocelynt ráküldjük mindjárt a konyhára, hogy főzzön valamit. És itt addig szunyókálhat Willow. Hé, hol találtál kaján? Itt van kaja, valaki csinált kaját. Ó, király, akkor nem is annyira sürgős főznünk, bár úgy látom Riley magától neki elcsinálni valamit, popcornt.
grab leftovers, és inkább, várjatok, kirakom ezt a kaját ide, hogy a kis Willow is tudjon belőle venni, de megvárom, míg Riley kiveszi a saját kajáját. Gyere, Willow, most már felkelhetsz és ehetsz magadtól. Nem feltétlenül terveztem, hogy ilyen hektikus lesz az a kezdés, szóval szerettem volna a kis tipegővel sokat foglalkozni, és rendesen megetetni, rendesen tanítgatni, meg ilyesmi, de úgy látszik, egy kicsit önellátónak kell lennie. És Riley, miután megette a kajáját, megtölti a kutyakajás edényeket, hogy Buster ne halljon éhen, őnek is legyen mit ennie. Itt van egy. Ó, megtöltjük az összeset. Mert Buster biztos éhes, és úgy látom, pisilnie is kell, úgyhogy mondjuk te mit csinálsz? Nem kérdezünk tőle semmit. Anyukától nem kérdezel most semmit, hanem elmész pisilni. Vagy kakilni. Nekem mindegy, eldöntheted. Aztán pedig eszel egy hamburgert. Jó, Lincoln befejezte a napi kötelezettségeit, úgyhogy ő is ehet egy hamburgert. Remélhetőleg neki is nyújt még, aztán pedig gyakorolnia kell a Comedy Skill-t, amihez kell egy mikrofon, vagy pedig vicceket kell írni a számítógépen. Én inkább vicceket írok a számítógépen, mert jelenleg nincsen mikrofonunk, és nincs is kedvem most vásárolni egyet. Jocelyn is kezd dramatyul lenni egy picit, de úgy gondolom, hogy neki kell állnunk ennek a kertészkedős témának, úgyhogy... Ó, és Riley-nak lesz egy csomó felelősségteljes jártassága, vagy hát jutalom pontja, vagy nem tudom én micsodája. És kérjük meg, hogy menjen ki WC-re, mármint a kutyus. Mert nem akarom, hogy bepisiljen. Az a baj, hogy egyébként túl sok kajás edénye van a kutyának, és félek, hogy nem eszik ilyen gyorsan, meg ilyen sokat, és meg fog rohadni az összes, és tölthetem meg újra az egészet. Willow szomorú, mert álmos, és az a baj, hogy még nem valószínű, hogy tud lépcsőzni, úgyhogy nekünk előtt fölhoznunk a szobájába, és elaltatnunk. Mit csinálsz? Ne csekkold a toddlert, én tudom, hogy mi a baja. Nem kell vele foglalkozni. Na, Jocelyn, mennyi van még abból a kertészkedésből? Őrület, hogy ilyen sokáig tart elültetni ezeket. És úgy látom, ezeket nem éri el. De elérte. Szuper. Akkor miért felejtetted azt ki? Oké, nem felejtette el. Szuper. Öntözzük meg az összeset, és aztán talán gondoskodhatunk rólad. Mi? Oké, hagyjad. Valamiért ezt nem tudtuk elültetni, de se baj. És most itt te mit csinálsz? Jó, azokat nem kell megöntözni. Oké, de ezeket meg kell. Oké, túl rosszul vagyunk hozzá. Na, ez az, amit nem szeretek a Sims-ben, amikor az emberek túl rosszul vannak ahhoz, hogy elintézzenek bármit is, viszont muszáj följönnünk WC-re, mert lent Riley fürdik, aminek nem örülök, mert egyszerűbb lenne, ha lent csak a WC-t használnánk. Te mit csinálsz? Aj, már, drága Logan, egy kicsit legyél önálló, és ne kérdezgesd állandóan az embereket. Jó, nem kell elaltatnod a gyereket, mert magától is alszik. Szuper. Lincoln lefeküdhet aludni. Jocelyn ezután eszik, aztán szerintem ő is jön aludni. Többiek remélem feltalálják magukat. Riley, mondjuk te is megöntözhetnéd a növényeket, és szeretném, hogyha Riley tagja lenne a Cserkész klubnak, mert ő szeret aktív lenni, és bár nincs ott a tulajdonságai között, de szerintem szeret kint lenni, és szeret mindenféle közösségi dolgokban részt venni, úgyhogy számára ideális lenne a Cserkész klub. Mi ez a hang? Ti is halljátok ezt a hangot? Jó, most elmúlt, de olyan volt, mintha egy vonat lenne. Hé, ez Akira, csak ez egy másik mentés, szóval ő még a régi Akira, nem pedig a Rex Turicsizes Akiránk. Fura így látni őt. Ah, csak megkérdeztél valakit, igaz? Nem tudom eldönteni, hogy ki legyek, mikor felnövök, és minden barátom kitalálta már, legalábbis úgy tűnik.
hogyan fedeznem fel önmagam, vagy hogy találjam ki, ki vagyok én. Pick something you like, válasz valamit, amit szeretsz. Ne aggódj, még van időd. Na, ezt egyik szülő sem mondja. Study for a high-paying job. Tanulj egy jól fizető álláson. Szerintem az első a legideálisabb, amit egy szülő mondhat, úgyhogy válasszuk azt. Egyébként ugye a személyiség jegyekből adódóan alapvetően már ilyen viszonylag elindult kis mutatókkal kezdenek a tinédzserek, és sajnos mivel nagyon gyerekes a mi kis logenünk, ezért a responsibility mutatója elég alacsony, meg a konflikt resolutionja is, viszont az emotional controlja valami miatt jó. Úgyhogy rajta egy kicsit többet kell dolgoznunk, és nagyon szeret egyébként a kishúgával játszani, de most én azt szeretném, hogy inkább aludjon. Mit csinálsz? Rosszat álmodtál, édes szívem? Utálom a tipegőket ilyenkor. Alvassunk neki mesét, és altassuk el, hát ha sikerül elaludnia. És egyébként van valami másik baja? Igen, pisilnie kell, de azt majd elintézi álmában a pelusba. És te is alhatnál végre, hagyjátok az apátokat békén, egy picikét légyszi. Jocelyn is jön aludni, szuper. Riley szerencsére jól van, de talán, ha minden jól megy, akkor egy pár órán belül mindenki aludni fog. Igen, mindenkinek arra van szüksége. Imádom, hogy ez a család ennyire össze van hangolva, hogy ugyanakkor vannak problémáik a szükségleteikkel, és legalább fel tudjuk pörgetni az időt. Ha mindenki szót fogad, már csak drága Lincoln van ébren, aki olvasott a gyereknek, aki szerencsére elaludt, és mondjuk azt, hogy auto lights, all lights, hogy legalább ilyenkor sötét legyen, egy kicsit élethűbb így a dolog. Úgy látom, a neonok nem alszanak el éjszakára, szóval poor Logan, te miért ébredtél fel? Jaj, aludjál rendesen, légy szíves. Egyébként nyár van, mert azt szerettétek volna, hogy a nyárral kezdjük, ez a második napja a nyárnak, és egyelőre csak meleg van, hiszen nemrég még tavasz volt, úgy gondolom, hogy a heatwave később fog jönni, és amúgy beprogramoztam egy csomó új tradíciót, nem ide, hanem ide, még mielőtt elkezdtük a játékot, szóval holnap lesz egy ilyen barbecue-s ünnep, a Cooldown Celebration, ezt én adtam neki, ezt a nevet, és ott inni kell, meg barbecue-zni, vakációra menni, vagy csak elutazni valahova, vizes cuccokat csinálni, és sportot nézni a tévébe, aztán a nyár utolsó napján is lesz egy ilyen kis parti ünnepünk, mindenféle hasonló dologgal, csak annyi, hogy vendégeket hívunk át, és partizunk, és csupin rohangálunk. Aztán lesz egy Halloween, majd ősszel lesz egy Harvest Fest is, az ugye alapvetően benne van az ünnepek közt, lesz egy Winterfest, egy új év, egy húsvét, ezt én csináltam, ez nem volt benne alapból a játékban, és egy Love Day, ami pedig benne volt alapból a játékban. Közben az én fülemben nagyon hangosan szólt alatta a zene, remélem nektek nem. Őszintén szóval fogalmam sincs már, hogy működik a hang, mert én már mindenféle beállítást próbáltam, és vagy nagyon hangosak a szímek, vagy egyáltalán nem hallottok semmit, és ezért általában szenvedni szoktam vele. Nézzétek, itt van a mi kis káplentünk, remélem, hogy egyik családtagot sem eszi meg, az nem lenne túl jó. És nagyon régen játszottam már ebben az alapjátékvárosban, úgyhogy örülök, hogy ezt szavaztátok meg, de azért annak ellenére, hogy régen játszottam vele, nem szerettem volna, bekapcsolt az öntöző, nem szerettem volna a régi házakat bámulni, ezért cserélgettem ki őket, és ki van ébren, Riley is, meg Logan is, ezek készülnek valamire, tuti. Mit csinálsz? Jó, nyújtózkodsz, meg mindenfélét csinálsz, neked is el kéne menni mosdóba, és reggelit kéne, mondd, hogy nem romlott meg. Jaj, ne, megromlott, oké. Akkor Jocelyn fel kell keltenünk, hogy készítsen reggelit a gyerekeknek, szerencsére magától felkelt. Ó, még egy tanácskérés, ezután Riley-tól, hogy az arca egy katasztrófa, és nem mehet így sehová, hogy így néz ki, mit tehetne. Ez rendben van, ne reagálj túl, vagy egy kis enyhe, vagy hát nem feltűnő sminket, vagy
Nem menj sehova. Szerintem az első a legértelmesebb ezek közül. Na, gyere, Jocelyn, főzzünk. Nem have breakfast, hanem serve breakfast. Méghozzá omlettet. Az nagyon-nagyon jól hangzik. Omlett. Megenném most. Mondjuk mindig megkívánom a szimektől a kaját. Mindegy, mit csinálnak. És én úgy gondolom, hogy az apuka is csinálhatna valamit. Úristen, egy óra múlva suli. Jézusom, én szerettem volna nekik pakolni kaját, meg ilyeneket, de erre már nem lesz időm, és Riley nagyon rosszul van. Valószínűleg a kutyától. És Logan éhes, de hamarosan elkészül a reggeli. Hey, Riley! Ne azt tedd, fúj! Köpöd ki. Inkább takaríts fel addig. És Logan pedig terítsen meg. Set table with casual setting. Legyen kék. Nagyon büdös a kutya, őt is meg kell majd fürdetnünk. Jézusom, mit csinálsz, Jocelyn? Szedd már össze magad, bakker, hát 9-es szintű főzési jártasságod van, ez nem fordulhatna elő. Riley, nem! Fúj! Nem eszünk popcornt reggelire. Tedd le! Addig nem tudom, csinálj valamit. Mondjuk még sack lunch, peanut butter and sandwich. Azt elviheted magaddal, hogyha esetleg nem lenne kész a reggeli, mire menned kéne. Grab serving. Na jó, ez most már biztos, hogy nem lesz kész. Te nem popcornt eszel, hanem abból eszel. Nem tudok gondoskodni ennyi emberről, úristen, meg fogok halni. Ne menj iskolába. Oké, menj iskolába, majd ott kapsz valamit enni remélhetőleg. Viszont így Riley el fog késni, de legalább ő jó hangulatban fog iskolába menni. És még vállalnunk kell állást, mint cserkész is. Nem tudom, hogy Logan is legyen cserkész, vagy sem. Make friends. Bár Logan egy kicsit kevésbé barátkozós, úgyhogy lehet, hogy maradunk a normál iskolában járáson. Amúgy totál nem csinálták meg a házi feladatot, úgyhogy elég nehezen indul ez a nap és ez a hét. A gyerekek számára Jocelyn tök jól el van, ezt eltesszük a hűtőbe, és folytatjuk a kis... Nem már, nem menjetek bele a pultba, pakker. Nagyon helyre kéne hozni a dolgokat ebben a játékban egy frissítéssel, mert teljesen katasztrófa az egész, ezt elmosogatjuk. Viszont Riley-nak muszáj barátokat szereznie, te pedig mosd el a kutyát, mert nagyon koszos, és nem szeretném, hogy meglógjon. Fúj! Jaj, kutya, mit csinálsz? Úristen, jó. Most nem szidjuk le, most az egyszer, és foglalkozunk vele egy kicsit, hiszen az a hobbing, mi történik itt. Winner, winner, Logan van a school prize. Hát azt kérdezik, hogy privát vagy nyilvános diátadás legyen. Ez tűnt a legjobb megoldásnak, ezt pedig elrakjuk a hűtőbe, majd holnap elviszik a gyerekek. Jocelynnak kéne egy kicsit szórakoznia, és hamarosan kezdődik a cooldown celebration, aminek én nagyon örülök. Itt a növények teljesen jól el vannak, őt viszont meg kell öntözni. Nézzük meg, hogy mik kapcsolódnak ehhez az ünnephez, és kéne egy bárpult, de nem igazán van rá helyünk, ami azt illeti. Hova tudnék rakni egy bárpultot? A konyhába esetleg... Nem akarok oda rakni bárpultot. Rakjunk egy ilyen kis mobil bárpultot ide. Valahogy. Vagy várjatok. Ide. És akkor majd eltesszük mindig a családnak a kis inventoriába. Amikor már nincs rá szükség. Egyelerébb nem tudjuk. Nem. Akkor így. Egy kicsit esztétikusabb. Ott tudnak majd inni a szimek. Várjatok. Így, és kéne vennünk egy ilyet, mondjuk ide, a ház mellé le tudjuk tenni. Talán nem lesz útban.
és ezt is mindig el tudjuk rakni, amikor már nincs rá szükség. Melyik legyen? Nekem a sárga tetszik. És ilyen kis bigyónk van, az nem fog kelleni, viszont ezt le akartam rakni már a speedbuildben is, csak elfelejtettem. Rakjuk azt is ide, mert itt van hely játszani vele. Tévénk van, egyébként popcornunk is van. Popcorn gépünk, medencénk nincs, úgyhogy az nem fog kelleni, és grillsütőnk is van, szóval elvileg rendben vagyunk ezzel az ünneppel. Most már hol vagy? Mosod már ezt a kutyát? Szuper. Jocelyn pedig megöntözi a növényeket, és egyébként kéne indítani egy mosást is, de előbb kutassuk át a zsebeket. Ó, a gyerek is nagyon koszos, Jézusom. Túl sok mindent kell hirtelen csinálnom, annyira megszoktam, hogy egy, kettő, maximum három szimem van, hogy az az öt, ez nagyon-nagyon sok. Ó, Riley találkozott Hugóval. Szuper. I don't want free earbuds, thank you. Utálom azokat a cuccokat. Oké, a kutya tiszta, ami szuper, ezután indítunk egy mosást. Mi folyik itt? Aj, már megint? Ajaj, Riley káromkodott, az nem jó. És sokkolta vele a tanárt. Meg kell büntetni. Én úgy gondolom, hogy Jocelyn egy ilyen maradibb anyuka, és nem fogja mindig a gyerekeit védeni, hogyha nincs igazuk akkor is. Ami alapvetően szerintem pozitív szülői tulajdonság, mert sajnos nagyon sokszor visszaélnek vele a gyerekek, mert nem hülyék, úgyhogy néha meg kell büntetni őket. Ahogy a kutyusokat is mossunk. Aztán egy ürítés, zuhanyzás Jocelynnak is kijár, nézzük, hogy van kicsi villó. Úristen, nagyon-nagyon-nagyon éhes. Elő kell vennünk a... Van hörcsögünk, de én még nem vettem hörcsögöt. Ezek szerint magától is van hörcsögünk. Attól, hogy megvettük a kis izében. Builded by módban. Na, szóval a gyerek nagyon éhes. Hol van az apuka? Te rakd bele a gyereket abba az ülésbe. Mondjuk adjunk neki ilyet. Tök mindegy, csak tömjük meg a kis pocakját, aztán meg kell fürdetni. Jaj, túl sok dolgunk van, úristen. Ú, de büdös az a gyerek. Anyuka mit csinál? Most épp zuhanyzik, szuper, kéne mosni még egyet. Végzett már a mosógépet, tudjuk pakolni? Még nem, még most. És a kutyának van-e valami baja? Hol van a kutya? Buster! Ghost, Busters! Kérjük meg, hogy menjen ki mosdóba. És úgy látom, abból már kiette a kaját, úgyhogy okos. Van itt egy ilyen kis ajándékunk, úgyhogy ezt ki is nyitjuk. A kutyus hozta nekünk, tök aranyos. A gyerekek nem tudom, mikor érkeznek haza. Egyelőre nem. Nekünk pedig még írnunk kell vicceket, úgyhogy amint a gyerek rendben van, már pedig elvileg rendben van. Mit csinálsz vele? Béd az jó ötletnek tűnik, de előbb szoktassuk Billire. És aztán mossuk meg. Mindjárt megkeressük. Méghozzá Bubble Bath-szal, mert az jobbat fog tenni neki. A kutyusunk nagyon szomorú, úgyhogy valakinek játszani kéne vele, és sajnos most megcserélődtek itt a szerepek, mert az apuka foglalkozik a gyerekkel, és anyuka foglalkozik a kutyával, ami nem jó. De az anyuka mondjuk megetethetné azt a hörcsögöt, mert éhes. Adjunk neki enni, meg beszélgessünk vele, ilyesmi, hogy jobban érezze magát. Játszunk vele. Kiabálni semmiképp ne kiabáljunk vele, az nem hiszem, hogy segíteni fog. Remélem, hogy a szociális szükségletet a hörcsöggel való beszélgetés is felviszi. Ez jó lenne. És úgy látom, valamiért a kutyus nagyon szeret itt kint enni.
Jéj, elsajátítottuk a Billyre szokás jártasságot, viszont bármennyire pörgős is jelenleg ez a rész, én itt most szeretném abba hagyni, mert elég régóta játszom ahhoz, hogy megint 24 óráig töltsön fel ez a videó. Remélem tetszett nektek az első része a sorozatomnak, és tartsatok velem a továbbiakban is, de addig is legyetek jók, sziasztok!